Az entrópia fogalma a termodinamikában használatos alapvetően, és egy rendszer rendezetlenségi fokát jellemzi. A városokat vettük rendszernek, és egy-egy város vagy egy-egy ember által lakott tér rendezetlensége látszik ezeken a műveken. Mindegyik műalkotás szerintem ezen a kiállításon más aspektusára világít rá ennek a rendezetlenségnek. Ez egy két termet betöltő installáció része, Cao Fei kínai képzőművész munkája. Kinek az utópiája címmel készült ez a munka. Cao Fei beköltözött egy gyárba, a Gyöngy folyó mentén az Osram égő izzógyárába, és ott készítette el ezt a mögöttem látható fotósorozatot, és különböző objekteket, valamint videóműveket. A dokumentációja annak, hogy a gyár dolgozói hogyan élik a mindennapjaikat, hogy hogyan dolgoznak, mi a hobbiuk, hol laknak, mik az álmaik, hogyan szeretnének élni, miért dolgoznak ott. Cyprien Gályárnak egy munkája. A Gyesjánszki rájon egy Kijevben található panelház komplexum. A Stonehenge-et formázza érdekes módon, csak panelházakból. Mindegyik jelenetben más típusú panelházakat mutat be az alkotó. Ez az egész dokumentált esemény arról beszél, hogy milyen szociális viszonyok uralkodnak egy adott lakókörnyezetben, és hogy ez mennyire hatással van a társadalmi mozgásokra, az, hogy mi veszi körül a benne lévő embereket. Francis Ellis egy belga képzőművész, aki Mexikóvárosban él a 80-as évek közepe óta. Az inspirációs forrását is Mexikóból és Mexikóvárosból meríti. Megfigyelés közben hozza létre a munkáit. Itt a Próba című sorozata látható. Latin-Amerika sziszifuszi harcát próbálja meg lefesteni azáltal, hogy ez a bogárhátó próbál följutni a dombra, de soha nem sikerül neki. Gondolkozik a magyar ember ilyenben, hogy megfejtse a városának az entrópiáját? Én azt gondolom, hogy igen. Szerintem nagyon, nagyon erős kezdeményezések vannak, akár szociális, akár építészektől jövő, akár művészektől jövő kezdeményezések, amik abban gondolkodnak, hogy hogyan tegyük a várost közösségi térré, hogy hogyan lakjunk együtt úgy, hogy ne idegenek legyünk egymásnak.